Shkirai. Shere Gekuro. Ishtere Kishtere. Végtel a szeretettel, embert formált, hogy majd elhívnak. Teremtőt elhagyta, terem volt elhúnak, hogy vissza nem Zsába kiszabadítottál, Uram! Életed áll, Uram! Amit kéznek teszel, hogy lássad szeretnek, Uram, életem célja. Istened a mennybe, hiszed, hogy van megváltod, hiszed, hogy itt van most a Szent Szellem, most emelkedj a kezed, hogy legyen olajos, hogy az olaj folyjon a kezeden, folyjon az olaj a testeden, mert ma a Szent Szellem olaja folyik végig rajtad, te vagy a szemben, aki most folyik az olaj. Ne a másikra nézzél! Akaba! Ne a másikra nézzél most, hogy fejte rajta az olaj, vagy hogy beértöltött a Szent Szellem. Te vagy a most az ember, akinek, akin keresztül ma folyik itt az olaj! Jöjj Szent Szellem! Jöjj igazság szelleme! Szállj el! Halleluja! A sátorok kívül sem mozogjatok! Nem a hangosságban van Isten! Csukd a szemedet! Két perc múlva nézd meg a tenyeredet, hogy olajos-e! Két perc múlva! Ez nem fizikális olaj! Ez nem olyan olaj, amit a boltba vásárolnak! Ez a mennyei kenet, ez a mennyei olaj. Jöjj Szent Szellem, szállj le! Jöjj! Mondjuk együtt, jöjj Szent Szellem, szállj le! Tűzd be szívemet, tűzd be testem templomát! Az egész lényemet! Ne szeretek, Uram! Jézus! 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 Szeretlek! Hiszek benned! Hiszen van Atyám a mennyben, hiszen volt Fia Jézus, legyek őt a Szent Szellemmel,
dobsában, hiszem, hogy meglátom Jézust, hiszem, lesz feltámadás, hiszem, ma is az a hívó szóvá. Szól az evangélium hívó szava, amely kijelenti számodra a hitből igazságot. Nevembe hív! Nevembe hív! Hanem az Isten fia hív! Most hív téged! Hiszen van Atyám a mennyben, hiszen volt fia Jézus, egyekünk a Szent Szellemmel, a Szent Háromságban. Hiszem, hogy meglátom Jézust, hiszem, lesz feltámadás, hiszem, ma is az a hívó szóval. Hiszem, ez az út a mennyben. Hiszem, ez az út a mennyben. Hiszem, Jézus a nagy király, összegyűjti a nemzetekből az Isten országát. Hiszen ott leszek közöttől, hiszen lesz elhagytatás, mert a világ ítélet előtt áll. Hiszen ez az Úr a mennyben, hiszen Jézus a nagy király, összegyűjti a nemzetet az Isten országa, hiszen ott leszek közöttünk, hiszen lesz feladattatás, mert a világ ítélet előtt áll. Halleluja! Igen! Már a világ megítéltetett a kívánságra jön együtt, mert a világ már el van ítélve. Te, aki ma itt vagy, te vagy az az ember, aki Jézusnak egy élő bizonsága vagy. Azért vagyunk itt, hogy a mi Urunk, aki az életét adta azért, hogy itt és mindenhol az egész világegyetemben dicsérjék a föltámadt Messiást, a föltámadt királyt, hiszen lesz feltámadás, mert bizony lesz feltámadás. Tudjátok, azt mondta Pál apostol, egy engemet, a halottak feltámadása véget várdulnak. Halleluja. Igen, a halottaknak a reménysége a feltámadás. Halleluja. Tudom, testvérem, lesz Jézus feltámadás. Ámen! Mert bizony lesz feltámadás. Mikor a szélvén zúg, Isten szava sziklákat zúz össze, de szikozóz a pöröly, mint egy megemésztő tűz, van az ő drága szavai, amely ma is összetölt a cserépet itt a szíved körül. Egyes, hogy így legyen. Nyisd meg most a szívedet. Ne emberre beszélgess ma, dicsérd őt, a mennek Istenét, a te teremtődet, aki létbe szólított ebben világba tégedet, aki továbbra is létbe fog tartani, hogy létezzél majd. Tovább! Szélvészó, fia sziklátóz, békén átjár. Megedő földé, ahogy így érted, nem adsz hátvár.
Yeah.